Az lenne a kérdésem felétek, ha van egy köztetek valaki, akit Enikőnek hívnak. Tehát ez furcsa kérdés, de azt figyeltük meg, hogy minden cégnél van egy Enikő. Nem tudom, ez előírás, vagy csak így alakult ki. Hogyha van valaki most, akkor nyugodtan, bátran ott... Na nem baj, legyél te Enikő mondjuk a következő jelenetben. Nem kell kijönni, vagy ilyesmi, hanem képzeljük el, hogy mindannyian egy cégnél dolgozunk, éppen szünet van, és két kolléga beszélget. Szerinted Enikő akar valamit? Mégis mit akarna? Hát úgy vettem észre, hogy Enikő akar valamit tőle. Tőled? Azt mindig tudtam, hogy fura lány, de hogy ennyire... Miért ne tetszhetnék Enikőnek? Figyelj, ezt ő mondta neked? Na, olvasok a jelekből. Na mondj egy jelet. A múltkor kért tőle még gém kapcsot. Ez aztán a jel. Ha a seggedbe markolt volna, még kételkednék, de így, hogy gém kapcsot kért, így biztos akar valamit. De nem hallottad, hogy mondta, hogy külön a gém kapocs, egy kapocs, hogy ká. Hát mit vártál, hasbeszélve kért tőled gém kapcsot? És csücsörített. Mert így mondják a csé betűt, kapocs. De nagyon csücsörített, hogy kapocs. Figyelj, cs. Most akkor szerinted én is meg akarlak dugni? Remélem, hogy nem. Tudod, a múltkor mit kért tőle, Menikő? Mit? Lyukasztó. Ne. De bizony. A kis cafka. Hát. És hogy mondta, hogy külön, hogy lyukasztó? Nem, egybe mondta. És csücsörített? Nem, mert nincsen benne csébetű. Akkor nincs semmi erotikus felhangja, de nekem mondta, hogy látott az ebédlőben egy csótányt. És? Van benne csébetű, csücsörített, érted? Figyelj, te hány éve nem voltál nővel? Adjon ez most ide. Hát, ha egy gémkapocsban szexet látsz, az úgy egy év, de ha egy csótányban is, az már nagyon sok. A múltkor velem szembe ült és lihegett. Mikor? Amikor elcsesződött a klíma. Aha. És az is gyanús, hogy soha nem mer beszállni mellém a liftbe. Az miért gyanús? Hogy fél, hogy nem tudja visszafogni magát, hogy letépi a... Mások beszállnak melléd a liftbe? Most, hogy mondod, nem. Akkor le is zárhatunk néhány büdösségi panaszt. Most ne nézz oda, de most is engem néz. Hogy oda néztem, most meg engem néz. Na. A semmi egyszer rámásított. Az, hogy lefeküdne, még nem azt jelenti, hogy veled. És különben is véget ért a szünet, ezt az Enikős dolgot pedig mindenképp meg kell beszélned a HR-essel. Ő ki? Én. Ja. Akkor jelezni szeretném, hogy Enikős közöttem kialakulhat egy ilyen bensőséges érzelmekkel teli... Segítek kitöltetni a nyomtatványt, jó. Genitális kontaktus. Aha, 340-es nyomtatvány. Nevezd meg a párosodásra kiválasztott célszemély. De hol vagyunk még attól, hogy... Családnév? Annyit tudok, hogy Enikő. Jó, akkor megnézzük az adatbázist. Enikő a pénzügyről, Enikő a konyháról, vagy Enikő a fémmarós és esztergályosoktól? Pénzügyről ennyit. Jó. Hogyan tudná leírni az érzéseit? Mikor meglátom, mindig erősebben kezd verni a... Nagyon gyakran közösülnék vele. B. Néha közösülnék vele. C. Legfeljebb egyszer közösülnék vele. A. Beixelem. A genitális kapcsolat létesítésének formája. Hogy mi? A. Missionárius. B. Több lukas. C. Orális szex. Jó, hol vagyunk még attól, hogy egyáltalán... Hát igazából az épület télerosztása csak a C, tehát az orális szexet teszi lehetővé, szóval akkor az be is ixelem. Ez jó lesz, jó. Formaság kedvéért fel kellett olvasnom a többit. Persze. Viszont ez csak a munkahelyre vonatkozik. Igen. További formák otthon megengedettek természetesen. Kikötözés, bilincs, bambitam, azt értem. Tervezitek-e további kollégák bevonását a nemi közösülésbe? Egyáltalán nem tervezünk A. semmit, hogy... Legfennebb egy kollégát, B. alkalmanként mindig más kollégát, C. mindenkit, aki jelentkezik. Olyat nem lehet, és senkit, hogy... Hát van még a D, az egyéb. Jó, akkor... Egyéb. D, jó, egyéb. Milyen irodai fogyóeszközöket használnátok az aktus során? Irodai eszközök. A. Írószerek, markerek, B. ragasztó tintapatron, C. mappák, irattartó. Nem tervezünk ilyesmit, hogy... Szóval a D, vagyis az egyéb. Egyéb. Jól van. Figyelmeztetlek, hogy három egyéb válasz után automatikusan perverznek minősítünk. Hát de... Én csak azt mondtam, hogy szerintem bejövök Enikőnek, és... Nyugi, ezért figyelmeztettelek. Jó. Szeretnétek-e a cég levelezési rendszerében értesítést kapni az aktuálisan szabad tárgyalókról? A. Igen. B. Nem. C. Egyéb. B. Nem. B. Szeretnétek-e a kör e-mailben értesítenénk a kollégákat a tervezett munkahelyi nemi érintkezéseitekről? A. Igen. B. Csak ha kérik. Olyat nem lehet, hogy nem. Hát van még az egyéb, de azt ugye most már... A B végül is kikérné, hát...
Hát akkor lassan meg is volnánk, tájékoztatlak, hogy a saját biztonságotok érdekében az együttlétekről videófelvételek készülhetnek. Ezt egyáltalán nem akarom, ezt... Ez nem kérdés volt, tájékoztatás. Ugyanakkor tájékoztatlak, hogy legközelebb kedd délelőtt 10-re tudtam lefoglalni nektek a 9-es tárgyalót. Akkor tényleg kell beszéljek Enikővel, hogy... Semmi szükség rá, már meg is kapta üzenetben a kérdést. Mit, hogy találkozhatna egy hódolójával? Vagy? Nem, azt, hogy kedd 10 óra orális szex veled. A. Igen, B. Nem, C. Egyéb.